Szóval, itt jöttem föl, és így sikerült elreptetnem a motort, és itt leesett ezen a meredélyen. Nagyon sajnálom, hogy nem lett videó készítve, de nagyon kemény volt. Hú, remélem a motor nem sérült. Apácskák! Már a harmadik napja jöttem el edzeni, ilyen szép tájban. Tegnap raktam is föl róla videót. Íme. Itt van az az épület. Tudod, volt itt az a urbex elhagyatott akármi. És itt észrevettem, hogy hatalmas földkupacokat raktak ide. Fák mögött van, nem látszik. De ilyen emeletes házmagasságú földhalmokat raktak ide. Hú, hát a motorral voltak problémák, mármint nem a motorral, hanem esés közbeszólt. Múltkori két nappal ezelőtt ilyen feljárónak a végén ilyen függőleges sziklafal volt, aztán onnan lebucskázott a motor. Ilyen sziklákon, tudod, úgyhogy fú, kellemetlenül letört ez a szar, ez a védő. De ma vissza csináltam, hát itt hegeszteni is kellett, mert még mindig nem a legjobb, de hát és valamennyire visszavarakva, azért raktam vissza, mert tudod, hogyha rám dől a motor, akkor ez tűzforró és megéget. Ja, és lekentem ilyen hőálló. Látszik valamit? Fiú. Na mindegy, szóval lekentem csak próbából ilyen hőálló festékkel, ilyen ecsettel, megnézem, hogy mennyire tart. Mert hogyha beválik, akkor lekenem az egészet, mert elég csúnyán néz ki. Só meg a víz megette. Na, hát ez volt az egyik, ami letört, a másik meg a kormány így hátrébb hajlott. Ez kb. Így áll, de most így áll egy kicsit. De hát nem olyan vészes, lehet vele motorozni. Úgyhogy azt nem bántom szerintem. Más törés azt hiszem nem volt. Na, úgyhogy minden nap kijövök egy olyan 1-1,5 órát motorozni, most ugye ráérek. Már jelentkeztem új állásra, de még nem jelentkeztek vissza, úgyhogy most még egyelőre van szabad időm. Ki is használom motorozásra, szelerésre, hegesztésre. És na, szóval ennyi. Kicsit a motor az kezd kapni néhány pofon, de hát ez azért van, hogy sporteszköz. Nagyon jó megy, hát gyakorlom az egykerekezgetést, az első kerék fölemelgetését, akkor ezt a driftelést jobbra-balra, meg ami jön, tényleg most nem szigorúan edzek, hogy kőkeményen, mármint keményen, de nem 100%-ig, csak úgy, hogy valamennyire benne legyek a témába, tudod. De jó, élvezem, tehát ez nem akarok meggebedni se, csak azt akarom, hogy úgy nagyjából legyen egyensúlyérzékem, jöjjön vissza. Ugye jobban tetszik ez a Canon Mills, bár ugye az akciókamerához képest sokkal macerásabb akció felvételek közben, például múltkor a almafán csináltam, és hát csoda, hogy nem esett le. Végül a kerítésre kellett így fölraknom, azzal a
háromlábú állmánnyal, de hát az is csoda, hogy onnan nem esett le. De amúgy statikus videókhoz azt használom, na. Mármint na, hogy arra kell koncentráljak, hogy statikus videókhoz használjam azt, vagy minimális mozgás engedélyezett vele. És azt is akkor próbáljuk meg ugye stabilan tartani, mert hát egy fos. Utól kikapcsoltam a képstabilizátort, az optikai, de aztán vissza kell kapcsoljam, mert tényleg nagyon szar. Még szarabb, tényleg. Valamit azért számít, bár... De ez évek, mire az ember ezt a kamerát kitapasztalja. Hát ugye a kis vacak akciókamera az is... Hát sokat kellett próbálni, mire az ember készségszinten kezdte el használni. És így ilyen bonyolult, annál sokkal bonyolultabb kamerát ugye még több idő kell, mire kiismerem magam vele. Néhány hónapja használok egy okos telefont, főleg azért, hogy megvizsgáljam, hogy hogy lehet videózáshoz használni. Hát elég vegyesek a tapasztalatok, de hát végül is elmondható, ha hajlandó bekapcsolni, meg hogyha hajlandó működni, akkor végül is ideális esetben egész jó videókat lehet csinálni vele, mint például ezt a menetrögzítést, erre is lehet alkalmazni, meg hát ugye, hogyha nincs ott rendes kamera az embernél, akkor végül is adott esetben lehet vele videózni. Hát ez egy ilyen 4-5 évvel ezelőtti kamerás mobil, hát le van lassulva, el van butulva, de hát végül is lehet használni.